A mai videóban egy nagyon durva témát fogok boncolgatni, mégpedig arról beszélek nektek, hogy leborotválják a nők az arcukat. Igen, fognak egy szikét, és elkezdik így leborotválni az egész arcukat. De mindenhol értitek, csak a szemöldöküket nem. Illetve majd tudom mondjuk a szemöldökét is. Na, mondjuk ma erről nem lesz szó, de azt viszont elmondom nektek, hogy ez egy ordas nagy divat baromság, amit valami celeb felkapott, és akkor most mindenki borotválja az arcát, vagy tényleg van-e ennek értelme, illetve azt is megtudhatjátok, hogy vajon én borotválom-e a kis baba pofimat, hogy az Tindigo termékektől ilyen szép. Na, tartsatok velem, és nézzük meg, hogy mi az igazság. Sziasztok, én Tajti Ildi vagyok, a Tindigo márka alapítója, és bőrápolási tanácsadást tartok egy magánklinikán, illetve online, hogy mindenkinek szép legyen a bőre. És a mai videóban pedig az úgynevezett dermaplanningről szeretnék beszélni. A Szalai Csenge kirakta ezt a videót, nem tudom, melyik oldalra fogjuk majd berakni, és Csengivel amúgy mi együtt dolgozunk, és én imádom a Csengit, és nem is mondta, hogy rak ki ilyen videót, és megláttam, és mondom, első komment, nem amúgy nem kommenteltem, de fel is írtam a Csengét, hogy jazus, hát nem is láttam ezt a videót, hát nem is mondtad, hogy ilyeneket teszel ki. És nagyon érdekes volt számomra ez a videó, és már egyébként is utána olvastam a témának, aztán megosztottam veletek Insta Story-ban, hogy Csenginél van egy ilyen videó a dermaplanningről, és uram, atyám, ő csinálja. És az volt abszolút 90% fölött, hogy akarjátok tudni a véleményemet a témában, úgyhogy én meg nem fogom vissza magam, mert szeretek beszélni, úgyhogy megtudhatjátok, hogy én mit gondolok erről. De most megmondom őszintén, amikor először erről így olvastam, hogy derma planning, akkor tökre azt gondoltam, hogy ez egy hülyeség. És aztán utána olvastam, egyébként megnéztem már akkor is videókat a témáról, a lényeg az, hogy ezeket az úgynevezett lanugószálakat, ezeket a kis pihenőszőröket, egy ilyen kis hivatalosan szemöldök borotvának hívott cuclival, de teszünk be nektek egy képet, hogy néz ki, mert ilyen nem nincs. Végig mentek rajta. Most ez ugyanúgy, mint ahogy a férfiaknál is egyébként a borotválkozás, ez nem csak ezeket a szálakat távolítja el, hanem a felső hámréteget is. De hát a legfelső elhalt hámréteget is, tehát gyakorlatilag olyan, mintha feltetetek volna egy kémiai hámlasztót, de nagyon-nagyon puha lesz a bőr. És én innentől kezdve, ezt még nem tartom hülyeségnek egyébként, de innentől kezdve úgy voltam vele, hogy minek, mert én felrakom valamelyik Tindigo varázslatot, tadá, és nekem olyan pihe, puha az arcom, mindenki tudja, az én kedvencem az a retinol, a Smooth and Glow, felteszem, és olyan puha másnap az arcom, hogy csak így simogatom magam, hogy írd ide, pihi-puhi vagy. Szóval, hogy biztos, hogy nem állt neki borotválni az arcomat, egyébként az én arcom nagyon szőrös. Ugyanis én mindenhol ilyen mikropihékkel van borítva a testem, de brutálisan ez, amikor még nagyon régen, nagyon-nagyon régen lebarnultam vagy leégtem, akkor látszott, hogy mennyire szőrös vagyok, mert ez olyan fehér színű rajtam, mint a bőröm, úgyhogy így egyébként nem látszik. És a Csengénél kaptam olyan szempontokat, ami miatt elgondolkoztam, hogy na, lehet, hogy mégse hülyeség ez az egész. Ugyanis a Csenge azt mondta, hogy azért szereti ezt nagyon, mert hogy a smink sokkal szebb, ugyanis ugye a sminkes. Szóval neki ez egy szempont. Én nem vagyok sminkes, én ha nem veszek föl videót, akkor nem rakok magamra alapozót. Tényleg. Lehet, hogy a szemet kicsit kifestem, áthúzom, de ezért nem szeretek alapozóba lenni. De ő állandóan alapozóba van, hogyha így, ne, tehát nincs ilyen izé, hogy nem megy kis mink nélkül az utcára, de hát ő sminkes, szóval ő szereti az alapozókat, meg sokat tud alapozót. Tény, hogy ez alapozó minél vastagabb egyébként, illetve ilyen kéki, szóval, hogy így nagyon úgy ott áll a bőrön, és így össze tud rajta törni is, és az, ha ezeket a szálakat eltávolítjuk, simán el tudom képzelni, hogy sokkal szebb az alapozó, mert én is látom, hogy így a szálakra így ráül. Ugyanúgy, hogy a pórusokba bele tud ülni az alapozó, ugyanúgy ezekre a lanugó szálakra meg rá tud úgymond ülni. Szóval én azt mondanám, hogy nem vagyok ennek ellene. Inkább azt gondolom, hogy találjuk meg azt, ami számunkra a legjobb. Miért nem csinálom én? És miért nem vagyok még hajlandó kipróbálni sem? Ez azért van, mert én annyira érzékeny vagyok a szőrtelenítésre, hogyha egy sima borotvával leborotválom a lábamat, akkor én már kipattogok, mint az állat. Nekem a lábam az például, a lábamat mindig trimmelem, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen férfi body groomer
testre való elektromos borotvám, amivel így letolom a szőrömet, és egy ilyen milit ott hagy. De hát nem tud a szőröm sehogy se benőni, meg nem is távolítom ezzel el a bőrnek a legfelső elhalt hámrétegét egyébként ezzel a borotválkozási módszerrel. De én mindenféle, és én ugye kozmetikus vagyok hivatalosan, mindenféle gyantát kipróbáltam, cukorpasztát kipróbáltam, az egyébként nem gyanta, de elasztikus, jó minőségű gyantákat, cukorpasztát kipróbáltam, sima borotvát kipróbáltam, én mindentől olyan rettenetes szőrtűzhőgyulladást kapok, hogy nekem nincs más opció, kész, vége, sajnos ott a lézer sem volt opció, mert nagyon világos a szőröm a lábamon. Na most innentől kezdve én ezt nem merem megpróbálni az arcomon, mert ha így reagál az egész arcom, ráadásul engem nem zavar, mert nem sminkelek annyit, meg nem tudom. De ha valaki jól viseli a borotválkozást, és ez a mániája, hogy ezt ki akarja próbálni, akkor nyugodtan szerintem egyszer ki lehet próbálni, természetesen csak saját felelősségre, ezt kihangsúlyoznám. Egy ilyen borotvát egyszer használjatok, én azt javaslom minden borotválkozásnál is egyébként, hogy előtte-utána oktaniszept sprével fertőtlenítsetek, ezzel azért nagyon sokat el lehet kerülni ilyen fertőzéseket, vagy ha megvágjátok magatokat, mikrosérülést okoztok. Szóval mindenképpen oktaniszept előtte-utána. Illetve arra figyeljetek, hogyha ti is használtok kémiai hámlasztókat, retinoidakat, vagy valamik, egy picit óvatosabban használjátok, mert ez gyakorlatilag olyan, mintha feltettetek volna egy erősebb ahát. De szerintem jó, nyilván ezt senki nem fogja tudni megmérni, de szerintem körülbelül egy ilyen 10%-os ahának az erejével egy ilyen borotválkozás simán felérhet, amennyire leszedi onnan az elhalt hámsejteket. Szóval legyetek körültekintőek, tehát nem biztos, tehát utána nem menjetek már rá még egy savval az arcotokra aznap, vagy mit tudom én. Tehát egy kicsit azért, akkor vegyetek vissza. Aztán jönnek ilyen kérdések, amiket Csenge is megválaszolt, és én most szakemberként kicsit részletesebben szeretnék nektek megválaszolni, nem mint sminkes, hanem ugye mint kozmetikus. Például felmerült a gyantázás, ugye megmondta Csengi, hogy ő ilyen sötétebb hajú, és akkor ugye itt is van egy kicsit sötétebb szőrszálak a bajusz részen, és akkor azt is ő csak lekapja, és hogy nem erősödött meg. Meg hogy nem akar gyantázni, mert hogy nyújtja a bőrt. Igen, a gyanta nyújtja a bőrt. Bármely kozmetikus bonjon bármit, a gyanta nyújtja a bőrt. Ez ugyanolyan, mint hogy a cigi egészségtelen. Nyilván, jó, most lehet egy picit hülye hasonlítanak érzitek, de mindjárt elmagyarázom nektek. De hát az, hogy néha rájutottak egy cigarettára, az akkor is egészségtelen. Nyilván, ha havonta egyszer valakit szab egy csíkot, akkor azért az nem olyan, mint hogyha minden nap legyantáznák, de hát, hogy nem erről beszélek, de azért gondoljatok bele abba, hogy egy éven át mindig legyantázzák, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egyébként én erre jobbnak tartom erre a problémára a lézert, nekem intim lézerem volt, tessék már az egész világ tudja, hogy ott se vagyok szőrös, de hogy nem tudtam se leborotválni, se legyantázni, semmit nem tudtam vele csinálni, csak trimmelni, de még ott néha a trimmelés is bántott, egyszerűen annyira érzékeny vagyok az összes ilyen szőrtlenítési módszerre. Egyébként ez azért jó, mert az IPL az nem, tehát az IPL az nem örökké van. Viszont az elektrolit rézeres szőrtelenítés, én azon voltam, az ha egyszer elpusztítja, az örökre, tehát a többet nem nő vissza a szőr. Én ilyenem voltam, tehát nem mindegy, hogy milyen lézerre mentek, vannak tartós lézerek, amik 2-3 évig is tartósak, vannak otthoni IPL-ek, amiket havonta egyszer lőttök, egyébként az sem rossz egyáltalán, nekem egy Philips Lumen is van, az a havonta egyszer át kell menni a területen, és akkor nem vagytok szőrösek. Vagy van a végleges orvosi lézer, nyilván ez a legdrágább, de ez is egy jó opció. De hát ilyen sötét szőrszálak lehetnek, főleg itt pajesz területen, vagy itt bajusznál, egész egyszerűen azért, mert valaki szőrösebb fajta, latinos típus, sötét hajú, mit tudom én. Vagy lehet hormonális problémák miatt is, nyilván ilyenkor először a kiváltó okot kellene kezelni, tehát a hormonális problémát. Tehát itt kezdjük. Nem az, hogy szőrösek vagytok. Jó? De hát mellbimbó körül, illetve köldök alatt lefutó szőrcsík, az ha nem vagytok ilyen nagy fekete hajjal ellátva, nem mondjuk ilyen típusuk vagytok, mint én, akkor az mindenképpen gyanúraltok ott, hogy valami nem stimmel, és érdemes hormon tesztet nézetni. De hogy megerősödik-e a szőr? Ez ugye egy állandó kérdés. Sokan mondják, hogy ha izgatod a szőrszálat, gyorsabban nő. Hát én annyit izgattam a fejemben a szőrszálakat, mert évekig olyan rövid volt a hajam, és abban reménykedtem, hogy nekem rendesen géppel nyírtuk, hogy hát egy picit megsűrűsödik a hajam, mert nekem olyan kis gyatra hajam van. Nem. De hát nyilván a szőrszál az mindig törekszik arra, hogy kinőjön.
Ez már csak ilyen. A körmünkét is, ha levágjuk, törekszik rá, hogy nőjön, de nem fog attól jobban nőni, mert levágtuk. Ugyanez igaz a gyantázásra is. Annyi, hogy a szőrtelenítésnél, ugye, hogy a gyanta után az egész szálat kitépjük, tehát, hogy nehezebben fog utána, tehát több idő, mire magához tér az a tűző, meg ezért úgy van, hogy ki is tud egy picit kopni, mert ugye egyre többet tépünk ki, és nem várunk annyi időt, hogy teljesen visszanőjön, akkor nyilván úgymond egyre kevesebb lesz, amíg járunk gyantázni, de ez is egy átmenet, amíg járunk gyantázni, az nem lézer. Vagy ha vágjuk, akkor is megpróbáltana kinőni a szőr. A szőr már csak az ilyen. Ilyen. Szóval, hogy nem is értem, amikor ezt mondják. De mindegy, szóval, hogy tényleg a szőr, az próbál kinőni, ez igaz. Na most, ha levágjuk a szőrszálat, ugye a szőrszál az így néz ki. Ha levágjuk a szőrszálat, majd egyszer már lesznek animációim, ha gazdag leszek, ha levágjuk a szőrszálat így, akkor nyilván az átmérője nagyobb, és így jön a szőrszál, ezért fog bökni. Ha a szőrszál gyanta után így kinő, kúposan, akkor a sokkal puhább érzetű. De ez nem az érzetű szó, az ne tévesszem meg titeket, mert attól az még nem vékonyabb. És ez, hogy megerősödik a szőr, szerintem ez egy olyan óriási marketing fogás. Aztán majd várom a kommenteket a dühös, felindult szakemberektől, de hogy nem fog megerősödni, és nem fog. Én ettől nem félek. Én sokkal inkább félek a szőrtűző gyulladástól. Tehát a szőrtűző gyulladást azt próbáljuk meg mindenféleképpen elkerülni, és ez az, ami miatt ezt a módszert nem annyira szívesen javaslom, vagy csak olyanoknak javaslom, akik nem pattognak ki attól, hogy borotválkoznak. Mert minden gyulladás el tud fertőződni, vagy illetve tovább tud fertőződni. Egy gyulladásnál is ott már valamilyen baktérium felszaporodott, attól van, hogy piros, hogy egy lobgát veszi körbe, hogy ég, és ezért ez nyilvánvalóan rossz a bőrnek. Ha bármi után is begyulladtok, legyen az bármilyen gyanta, cukorpaszta. Lehet itt magyarázni, hogy mert rosszul csináltak, mint én. Nekem annyiszor megpróbáltuk, mindenféle módszerrel, én ott voltam, és oktaniszak terület utána feltétlenül. Szteroid lett a vége minden egyes alkalommal, kortikoszteroid. Tehát jött a nagy cukorpaszta mester, hogy majd ő megmutatja, hogy kell lecukorpasztázni a kezemet. Nyírkos doktor, szteroid. Hát köszönöm szépen. Szóval, és ő tanítja a kozmetikusokat. Szóval ez nem az ő hibája. Én egy ilyen alkat vagyok, de aki ilyen alkat, mint én, az ne erőltessen semmilyen szőreltávolításos módszert. A legjobb az a lézer, hogyha el is ütött a szőröt, ha nem, akkor meg trimmeljétek, és a bőr fölött vágjátok, és inkább bökjetek egy kicsit, az arcotokat meg ne csesztessétek. Ha fekete szőr van, azt meg nagyon szépen elviszi egy otthoni IPL is, hogyha nem tartós megoldást kerestek feltétlen, vagy ennyi pénzetek van éppen, vagy el tudtok menni egy végleges orvosi lézerre, vagy kozmetikus az egy IPL-re, meg egy 2-3 évig tart. Az biztos, hogy én maradok a napi szintű retinol használatnál, nekem ez nagyon bevált, nincsenek is igazából elhalt hámsejtek a bőrömön, úgymond, mert folyamatosan retinolt használok, vagy hát mindig persze valamennyi elhalt hámsejt, de picike van, az normális, de hogy nekem mindig nagyon puha a bőröm, nekem ennél puhább, úgymond, nem nagyon lesz, mert én ezt már kimaxoltam, meg lehet használni kémiai hámlasztókat is, és én ezeket alapvetően jobban szeretem, mert ezeknek számos egyéb szuper hatása van, például ugye anti-aging hatásuk, vagy lehet gyulladás csökkentésre, aknéra, sok mindenre használni. Ha nem olyan érzékenyebb bőrötök, akkor mondjuk a Great and Powerful kémiai hámlasztókat ki tudjátok próbálni, hogyha érzékenyebb a bőrötök, nem használtatok még ilyet, kicsit óvatosabbak lennétek, akkor van egy szupi enzimes peelingünk, a Soft and Silky, ami tényleg nagyon gyengét bőrbarát pH-n működik, nem fog irritációt okozni, és pár alkalom után esetleg olyan puha lesz a bőrötök, és nem kell félni így a mellékhatásoktól, vagy a retinoidokat én imádom, nekünk van 3 retinolos termékünk is, a Flawless and Magical az kombinált zsíros, miteszeles bőrre ajánlom, a Smooth and Glow-t az szárazra, a Titan Timeless pedig egy nagyon erős, szóval az problémás bőrökre vagy testre, mert az 1% retinollal van, vagy már ilyen hardcore retinol felhasználóknak. Én azért is szeretem jobban a kozmetikumokat, mert ezzel én bőr problémákat szeretek megoldani, ezek egyben anti-aging termékek is, serkentik a fibrolasztok kollagén termelését, gyulladáscsökkentőket is esetleg raktunk bele, tudjuk
vele kezelni az aknéra hajlamos bőröket, a miteszterekre hajlamos bőröket, az öregedő bőröket, a napkárosodott bőröket, de számtalan bőr problémát is meg lehet oldani egy lépésben, amellett, hogy az elhalt hámsejtektől megszabadítjuk a bőrt, míg egy ilyen borotválás csak azt fogja csinálni. Szóval ez az én véleményem, nyilván ezen azért éreztétek is, hogy ez valamennyire privát vélemény volt, de remélem, hogy azért tudtam nektek segíteni, eligazodni, hogy akkor most ki lehet ezt próbálni, vagy ne próbáljátok ki semmiképpen, ha esetleg kacérkodtatok a gondolattal egyáltalán. Egyébként külföldön ezt kozmetikusok csinálják, meg esetleg bőrzsorog nem rögtön az egész arcodokat kipróbálni, egy kisebb területet, mondjuk itt, és akkor megnézni, hogyha egy ilyen pár négyzetcentiméternyi területen megcsináljátok, akkor ott nem lesz el valami probléma, szóval azért óvatosan, meg ilyen hajlatokban óvatosan, de találtok videókat a témában. Ha ki már kipróbálta, az pedig mindenképpen írja meg a véleményét, vagy egyébként is írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, csak próbáljuk meg nem megölni egymást, de hát sikerülni fog. Na ennyi lett volna már ez a videó, kövessetek be mindenképpen Instán a Tindigo néven, vagy az Ildi-Tajtin is mindig szoktam nektek hozni fincsiségeket, ez a privát Instám, sokszor így bőrápolás és összefüggően, és mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok rá a csöngőre, csing-csing-csing, és akkor feljövök nektek, hogyha kint van egy új videó, és találkozzunk a következő videómban. Sziasztok!